Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Lantos András vagyok. Következnek a futamok Shanghaiból, bár elég nagy kavarodás van jelen pillanatban Kínában. Amit tudunk, az az, hogy rövidítik a versenyeket, nem 13, hanem csak 10 körös lesz mind a két futam. A képen is látható, hogy elég ködös, nyírkos az időjárás. Illetve a másik információ, hogy elég sok versenyző, annak ellenére, hogy innen száraznak tűnik az aszfalt, azt mondták, hogy nem szlickgumival jött ki a rajtrácsra. Közben láthatják egyébként az első futam rajtrácsát, Mihelis Norbi majd a 7. rajtkockából fog indulni. A második futamon pedig ugye negyedik helyről, úgyhogy egész jók a kilátások erre a versenyre, bár hogyha valaki látta a tegnapi időmérő edzést, akkor az nagyon tudja, hogy a Chevrolet olyan komoly fölényben vannak ezen a pályán, hogy hiába negyedik Norbi, nagyon nehéz dolga lesz majd, hogy a 6 Chevyt a háta mögött tartsa. Ted Björk büntetésének köszönhetően a 17. helyen, a Volvo a tegnapi remeklés után megbukott a súlylemérésen, és ezért egy 5 rajthelyes büntetést kapott, minden további a reklámszünetet követően. A versenyzők a bemelegítő körön vannak már, és ebből a képből jól látszik, hogy nem volt igazam az előbb, tehát esik. Nem nagyon, enyhén, vizes az aszfalt. Martin Haventől, a brit Eurosport kommentátorától tudjuk, aki a helyszínen van, hogy minden versenyző esőgumival jött ki, és most pedig Iván Müller autójába ültünk. Itt az alkalom, hogy bemutassam új vendégünket, mert hogy Iván Müllert meghallgatjuk az autóban, de utána mindenképpen. Üdvözlök mindenkit Shanghaiban. Itt ülök az RML Chevy-ben. A pálya itt-ott nedves. Nagyon nehéz volt a megfelelő gumit kiválasztani néhány perccel ezelőtt. Meglátjuk, hogy jól döntöttem-e. Vannak, akik mind a négy kereket lecserélték esőgumira, vannak, akik variálták. Ha jól hallottam, ő variálta, tehát ő nem rakott fel esőgumit mindenhova, és ezért mondta, hogy ha erősödni fog az eső, akkor bajban lehet. Megpróbálom egy picit fölmelegíteni a slick gumiaimat. Igen, ez akkor el is dőlt, hogy valóban ő keverte a gumikat. Élvezze mindenki a versenyt, én pedig visszaadom a szót, mert innentől kezdve a versenyre kell koncentrálni. Nagyon gyorsan, tehát látjuk a ködöt, ami lehet, hogy smog is, és akkor bemutatom új vendégünket, hiszen Csuti Laci ezen a hétvégén nem tudott velünk tartani, viszont egy olyan valaki szakkommentál majd ezen a két versenyen, aki fél éven keresztül maga is a VTCC világának tagja volt, sok-sok élménnyel felvértezve mellettem Bári Dávid, Weber Gabi tavalyi versenymérnöke, aki jelenleg a B3 Racing vezetőmérnöke. Szervusz Dávid! Üdvözlöm én is a nézőket, szia Lanti! Azt mondd meg nekem kérlek szépen, hogy ilyenkor milyen fejetlenség van, amikor így néhány perccel a verseny előtt kell dönteni? Ez egy rémálom, ez tényleg... Tulajdonképpen a legjobb, ami a nézővel történhet, hiszen egy nagyon nagy olyan faktor kerül bele a történetbe, ami teljesen kiszámíthatatlanná teszi a dolgokat. De a versenymérnök és a pilóta, illetve a csapat számára szerintem ez a legrosszabb, ami történhet. Úgyhogy hát drukkolok a srácokért, hogy a jó döntést hozták meg. Szerinted miért a biztonsági autó mögött megy a mezőny? Pont ezért, mert hogy annyira kevés idő volt felkészülni, hiszen a
A bemelegítő edzést még száraz pályán futották reggel. Így van, illetve hát mindenféleképpen szeretnék, hogy ne legyen nagyon nagy kavarodás, csetepatta itt a legelső körökben. Nem is biztos, hogy megvan, ugye egyetlen egy felvezető kört mennek fel a pályára a pilóták, nem biztos, hogy megvan minden információ, hogy tényleg mi a legjobb. Információt gyűjtenek szerintem, és nem szeretnék, hogy nagy karambol legyen mondjuk az első kanyarban. Az előbb azt mondtam, hogy eljönnek a felvezető körre, de gyakorlatilag mivel a biztonsági autó mögül indult a mezőny, elkezdődött a verseny. Önök is láthatják, hogy már a második kört teljesíti a mezőny. Ugye 13 körös lett volna a két futam, azt már előzetesen a fülünkre mondták, hogy ezt rövidítették biztonsági okokból. Elsősorban a köd miatt, ami most jó kérdés, hogy mennyire köd és mennyire smog. Ugye tudjuk, hogy nem egy alpesi kis falu Shanghai, tehát hogy itt azért a levegő minőségével is vannak gondok. Viszont megkapjuk az információt, hogy a kör végén bejön a biztonsági autó. Tehát valóban az történt, amit te mondtál, Dávid, hogy egy kicsi adatgyűjtés, tapasztalatszerzés adatott a versenyzőknek, hogy milyen állapotban van a pálya, de innentől kezdve akkor erezd el a hajam. Itt a híres döntött kanyar Shanghaiban. És azt követően a hosszú egyenes, és jönnek majd vissza a célegyenesbe. Illetve most, ahogy ebből a belső kamera képéből látjuk, lehet, hogy nem is inkább, sőt biztos vagyok benne, hogy nem is a pálya felületének az állapota volt a kérdés, hanem a látási viszonyok, hogy elmerhetik-e engedni a versenyt, vagy ez abszolút nem akadályozza őket. Nagyon röviden, mert nincs már sok hátra a rajtig. Norbinak ez jó, vagy kevésbé jó szerinted? Látva a Sevik tempóját, én azt gondolom, hogy ez hozzájuk képest ez jó, hogyha van egy kis ilyen kavarodás. A Hondákhoz képest, akik szerintem lassabbak voltak most, meglátjuk. Na nézzük akkor, ebben a pillanatban elkezdődik az első shanghai futam. Mielis Norbi a hetedik helyen, a nagyon tapasztalt Richard Rydell mögött, ott a tehénfestésű Chevroletben. Müller megőrzi a vezetést, Chilton mögötte a második helyet, aztán jön Oriola, szépen eljöttek a rajtnál. Ugye majd következik ez a csigakanyar, amiről híres a shanghai pálya. Egy nagyon-nagyon hosszú, elnyújtott kanyar. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezt is mindenki megoldja gond nélkül. Oriola próbálkozik Chilton mellett, illetve Nash arcol McDowell-lel. A csapaton belül egyébként Nash egy picit kedvezményezett, hiszen ő az összetett dobogóért harcol, például Mielis Norbival, akit most mintha meglöktek volna egy kicsit. Norbi mögött Huff érkezik, igen, de maradt Huff előtt. Huff valószínűleg érzékelt, hogy ez nem volt teljesen tiszta manőver, és inkább nem előzte meg Norbit. Lehetett látni, hogy leszakadt a Honda egy picit Rydell mögött, közben pedig Oriola megelőzi Müllert. Oriola előre kavarodott az élre. És jól van, Norbi megőrizte a helyét. Rydell pedig már támadja McDowell-t, és ott hátul az egyik Camposseát a sóderágyban. Oriola vezet. Az nagyon szép volt. Valant, a francia, aki kicsúszott. Na mi lesz vele? Egyelőre úgy tűnik, hogy a sóderágy megfogta az autót, úgyhogy onnan se előre, se hátra. Oriola vezet, mind a két RML sevit át tudta ugrani, és nagyon-nagyon jó tempót megy. Itt nyilvánvalóan a gumiválasztás eredményezi ezt a sebességkülönbséget. Több mint valószínű, hogy más kombináció van, mint Ivan Müller. Hát ezért ilyen könnyen és egyszerűen nem szoktak rajta átlépni. Mi a különbség a között? Nyilván azt leszámít, hogy más gumi van az autón, az autó viselkedésében. Nézzük, csak itt van még egyszer, Engslerrel ütközött Valant. Szóval, hogy milyen pozitív hatásai vannak annak, hogyha nem mind a négy, kerék esőgumi, hanem mondjuk fölraknak két slicket. És egyáltalán hova szokták föltenni a slicket, a hajtott tengelyre? Ez attól függ, hogy melyik pilóta éppen mit szeretne elérni az ő autójával, hogy azt szeretné, hogy inkább stabilabb legyen, vagy éppen olyan problémája vannak az ő járműnek, hogy ha leesik az eső, akkor ő nem tud elfordulni. Ez nagyon jó lenne látni az összes autón, hogy éppen most hogy mennek. Én biztos vagyok benne, hogy Oriola valamit máshogy csinál, mint Ivan Müller. Közben két változás is történt. Rydell megelőzte McDowell-t, Huff pedig elment Norbi mellett, aki ezzel visszacsúszott a 8. helyre. Itt van az a rész, ahol lejönnek a Forma 1 által használt pályáról, és íme Huff most már támadja McDowell-t
Hafsár azon nem volt igazán ütős a Seattal, viszont úgy tűnik, hogy nedves pályán nagyon jól érzi magát, közben bemegy belülre Rydell, és Nest is meg fogja előzni. Rydell nagyon jól megy esőben. Ugye egy évet kihagyott, egy éve nem ült érdemi versenyautóban a korábbi brit bajnok, illetve friss, illetve korábbi skandináv bajnok. Most kapott egy futamra lehetőséget a Nikától, és egyelőre nagyon szépen él vele. Azt nézem közben, mi van Ted Björkkel. Oriola nagyon jó tempót autózik, az egyértelműen látszik a időmérésből. Björk a sor végén. Björk szerintem feladta a futamot, mert ha jól látom, egyetlen kört sem teljesített. Nem futott. Kinn a pályán az időmérés szerint, de nem futott kört. És visszatérve arra, amit mondtál, Dávid, tényleg nagyon jó lett volna, Makkalok forog meg, tényleg nagyon jó lett volna, hogyha az elején kiadják, hogy ki milyen gumikkal indul, hiszen például lehet látni, hogy Nash is kicsit föltartja most McDowell-t, illetve Rydell-t, az sem lepne meg, ha ott a két Chevy között eltérő lenne a gumileosztás. Illetve hát Oriola csak ebben a körben, csak az első szektorban majdnem 7 tizeddel volt gyorsabb, mint Ivan Müller. Ott egészen biztos, hogy... Ugye Müllerről tudjuk, hogy ő keverte a gumikat, hogy pontosan hogy azt nem mondta el, de az biztos, hogy nem egyforma gumi van az autón, nem 4 egyforma gumi van az autón. Közben már McDowell-nek kell védekeznie Huff-fal szemben, Norvit pedig megelőzték, meg elment mellette Tarquini. Az a baj, hogy szerintem az Engő Motorsport nem jól taktikázott a gumival, mert most már ketten, légrövid idő alatt ketten is megelőzték Norbit. Lehet, hogy ők nem a legjobb, a lehető legjobb, a körülményekhez legjobban illő leosztást választották. Ahogy mondtad, ez egy igazi lutri. Hát ilyenkor eldönteni azt, hogy erősödni fog az eső, vagy gyengülni, ez a klasszikus átmenet, amire hogy az angolok azt mondják, hogy damp, tehát hogy nem vizes, nem csuromvizes, nem is száraz, hanem a kettő között valahol ilyen, hogy mondjam, taknyos. Ó! McDowell és Nash. Rydell pedig utol fogja érni Chiltont. Rydell is jól választott gumit. És Huff nagyon-nagyon rövidet fékezett, meg is csúszott picit a Seat, de be tud fordulni. Huff egy helyet előrébb jön. Följött a 6. helyre Rob Huff. Nagyon jól megy a Seattal. Most próbál visszatámadni McDowell. Ó, csak össze ne érjenek, picit megpöckölte a Seatot Alex McDowell. A döntött kanyarban egymás mellett a két autó, és itt a hosszú egyenesben nagyon nehéz lesz a Seattal tartani a Chevyt. Björk pedig, hát igen, benne a boxban. Itt érkeznek Huffék, még mindig kerék a keréken, és Huff most picit korábban kellett, hogy a fékre lépjen. Belül van elméletileg McDowell, úgyhogy ez nem tudom, nem működik. Szépen csinálta meg, de az egyenesben kihasználta a Chevy erőfölényét. És közben érkezik a Hondával Tarquini. Jönnek a cél egyenesbe, ezt kivédekezte még Huff. Tarquini mögött pedig jön Norbi. Norbi legjobb ideje és Oriola legjobb ideje között 3 másodperc van. Azért az nagyon sokat látszik, hogy ez nem pusztán az autó, pusztán az autó teljesítményének a különbsége, nem a versenyzők között van ennyi, hanem itt máshogy taktikáztak a gumikkal. Egyébként esőgumiból egyféle keverék van. Abból egyféle keverék van, illetve hát slickből is egyféle keverék van, amit elérnek a... Ilyenkor két gumit lehet variálni. Így van. Szerencsére csak ez a két változó van ilyenkor. Viszont Oriola tényleg tovább folytatja az álmok futását. Én biztos vagyok benne, hogy ők slicken indultak. Illetve hát szerintem Rob Huff is, biztos, hogy körbe slickekkel ment. Érdekes egyébként, hogy csak ő használja az ablaktörlőjét, lehet, hogy csak az ő autója fölött esik az eső, de nem a többiek, ne látszik, hogy teljesen száraz a pálya, azok vannak előnyben, akik a slick mellett döntöttek. Annyit tudunk a Polestar csapattól, hogy műszaki hiba miatt kellett feladnia az első futamot Björknek, hogy mi a gond, azt nem mondták el, közben pedig megint ostromolja McDowell-t Huff. Ez nekünk olyan szempontból jó, hogy amíg ők egymással vannak elfoglalva, addig Norbi egy picit visszazárkózhat.
ez a kegyetlen dolog ebben, ha eltaktikázod magad a verseny elején, akkor onnantól kezdve gumit nem tudsz cserélni. Hát a futam végéig azzal kell menni, amit föltettél. Nagy kár egyébként a Volvoért, de jól látszik itt, hogy mekkora a köd. Bár ezen azt gondolom, hogy pici pára is lehet ezen a kamerán. Szóval, hogy nagyon nagy kár a Volvoért, mert megnyerte a bemelegítő edzést. Norbi is jól ment, ő lett a második, és volt egy olyan köre, ahol két lila szektort futott. Tehát akár a vezetést is átvehette volna. És közben, mintha éledezne az autó Ivan Müller alatt. Lehetséges, hogy Oriola kicsit legyilkolta a gumikat ezzel a nagy tempóval? Minden esetre az biztos, hogy visszajött Ivan Müller. Itt a csiga kanyarban mindig egyébként teljesen más íven fordulnak. Egészen szélesen kezdi ezt a kanyart Oriola. Müller és Chilton is megérkezett. Olyan, mintha egy olyan hatkörös késéssel indították volna be a rakétát az RML-esek, mert most elképesztő tempóban jönnek. Csak elárulok egy szakmai titkot. Sokat látott Bári Dávid is, csak széttárja a kárját, és azt mondja, hogy hát ez a játék, ez erről szól. És Chilton pedig már elkezdi támadni Müllert. Azt gondolom, hogy ha a verseny végéig így maradnak, akkor Müller el fogja engedni Chiltont, hiszen a brit versenyben van az összetett második helyért. De nézd meg, az érdekes, hogy az RML-ek felgyorsultak, Rydell meg picit lelassult. Hát az előbb ott volt Chilton mögött, Chilton közelében, most meg van köztük 3,8 tized másodperc. Teljes a kavarodás, és ezért is mondtam, hogy látszik itt a szektoridőkben, hogy ide-oda dobálják a legjobb szektoridőket. Egyszer Chilton a legjobb, és hatalmas lemaradás van hozzá képest Müller. A következő körben Oriola talál magára, és most szinte teljesen egyformát mentek. Sokkal több információra lenne szükségünk, hogy meg tudjuk mondani, hogy pontosan mi történik ott, ki milyen gumit rakott föl, illetve hát még az is számít, hogy ki milyen guminyomással és milyen guminyomás stratégiával vágott neki a futamnak. És amiről beszéltük, bekövetkezik, Ivan Müller megelőzi Oriolát, és szinte húzza magával Tom Chiltont. Itt még belül van Oriola, ezt még itt meg tudja csinálni, helyet is hagyott neki okosan Chilton, ott nehéz lesz kigyorsítani, vissza tudott jönni szerencsére még a műfűről, úgyhogy kerék a keréken érkeznek meg a célegyenesbe, közben Rydell annyira lelassult, hogy Nash kezdi el támadni. Micsoda tumultus van ott, elképesztő, Chilton megelőzi közben Oriolát. Dávid, ha leesik az eső a rajtrácson, érdemben beállításokkal már nem tudtok variálni. Vannak olyan dolgok, amihez még esetleg ott a rajtrácson is hozzá tudsz nyúlni, de apróságok. Nyilván, hogyha teljesen esős beállítást vagy teljesen száraz beállítást szeretnél használni, akkor azt jóval előre el kell dönteni, hiszen hagyni kell a szerelősrácoknak időt, hogy átállítsák azt, amit ugye a mérnök és a pilóta megálmodik. De igen, azért lehet ott a rajtrácson is apró finom hangulásokat eszközölni. Guminyomáson kívül mihez lehet még nyúlni? Gondolom nyilván az egyik a hátsó szárny, amit tudsz variálni, de a futóműben mivel lehet még játszani? Viszonylag gyorsan lehet stabilizátor melegséget állítani ezeken a VTCC autókon, illetve a gátlók is, ha olyan és elérhető, akkor pikpakát lehet kattogatni. No, közben Tarquini támadja McDowellt, Rydell pedig feltartja az egész sort. Norbi picit visszakapaszkodott. Attól tartok egyébként, hogy Norbinak, ha a szárad a pálya, az nem kedvez. Mondom még egyszer, egyelőre sajnos nincs információnk arról, hogy Norbi milyen gumikkal indult ezen a futamon. Nash támadja Rydellt, és itt be fog tudni menni mellé a döntött kanyarban. Rydell megpróbált minél nagyobb tempót átvinni ezen a kanyaron, de el fog mellette menni Nash. És ezzel feljöhet a negyedik helyre. Már McDowell mögötte. McDowell is megelőzte Rydellt? Nem, még nem, most előzi meg. Rydell itt nagyon-nagyon rossz helyre került, és elmegy mellette Tarquini is. Nagyon furcsa volt, nagyon rosszul gyorsult ki a kanyarból
Rydell autója, mintha nem lenne 100%-os, hárman elmentek mellette, és már Norbi érkezik, aki közben megelőzte Huffot. Egy helyet vissza, most a 8. Mielis Norbi, mintha az ő autója is kezdene éledezni. Most próbálkozik külsőjében, Huff Norbi belül tartja itt a csigakanyarban az autót, nagyon-nagyon keményen egymás mellett, meg is úszik az autó Norbi alatt. És ezt Huff talán ki tudja használni, igen. Most kicsit szerencsénk volt, hogy ilyen széles ez a shanghai pálya. Nem tipikus, hogy ilyen hosszan elférnek egymás mellett ezek a versenyautók. Lehet egyébként, hogy Huffon meg is támaszkodott picit Norbi, ahogy elindult az autó. Lehetett látni, hogy ellenkormányoz és megfogta. Úgyhogy újra 9. McDowell támadja Nest, és ezek szerint olyan nagyon nagy csapatsorrend nincsen a bambúsok között. Egy új szponzor miatt pirosra festették az autót Kínára. De nagyon nagy tiszteletet nem mutat McDowell a csapattárs felé. Nem is kell egyébként, nem ez a dolga. Csak ugye tudjuk, hogy Nest az összetett dobogóért van harcban. Viszont ők ketten egymással vannak meccsben a Yokohama Kupa bajnokságért. Viszont azért, hogyha a szponzor szemszögéből nézzük, nem feltétlenül rossz az, hogyha mutatja őket a kamera. Ahhoz viszont harc kell és meccs kell. Ők egyébként nagyon komoly marketing tevékenységet folytattak a szponzor kedvéért. Akárhányszor megmutatta őket a kamera, mindig mutogatták az új szponzor logót. Thomson közben már a 11. a Ladával a 14. helyről indult, és kóstolgatja Monterót. Rydell pedig Norbi mellett helyezkedik. Illetve ezt inkább fordítva kéne mondanom, Norbi megelőzte Rydellt. Ott a Nikasevivel is valami nagyon komoly varázslat történhetett. Nemrég még a dobogós helyek közelében járt. Most pedig lassan a 10. helyre csúszik vissza, mert már Montero támadja. Na itt jön Norbi a második sor elején, mögötte Montero, aztán érkezik Thomson, és már Boardman is megelőzte Rydellt. Ott valami nagyon csúnyán félrement. Ezért Ivan Müller rutinja úgy néz ki, meglátszik ebben a gumiválasztásban is, hiszen az előző körben majdnem 2,5 másodperc, több mint 2,5 másodperccel voltak gyorsabbak az RML Sevik együtt a komplett mezőnynél. És már 5 másodperc az előnyük Oriolával szemben, tehát megelőzték és le is lépték a spanyolt azonnal. Oriola után viszont az egész mezőny ugyanolyan tempót megy. Idefele jövet egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy elképesztő, hogy az RML nyilván hosszú-hosszú évek áldozatos munkájával, de összehozott egy olyan csapatot, ami mindig minden körülmények között versenyképes itt a WTCC-ben. Chevroletnek köszönhetően iszonyat mennyiségű kilométert tettek meg a szezon előtti tesztek során, több éven keresztül, szezon közben is teszteltek, olyan mennyiségű adat halmozódott föl náluk, hogy szerintem minden szituációra van már nekik valami forgatókönyvük és megoldásuk. Thomson közben megelőzheti Monterót, most már előrébb jár a Ladával, és ezzel feljön a 9. helyre Norbi mögé. Nash még mindig őrzi a helyét McDowell-el szemben. Megelőzte Thomson Monterót, és most már Norbi a következő kiszemelt, az a helyzet, hogy nagyon megy. Nagyon megy ez az autó. A Lada is egyébként, minthogyha a verseny elején kicsit problémákkal küzdött volna. Most viszont felzárkozom. Kozlovski a 17. Hát ő is előrefele halad. Igaz, megfontoltabb lépésekkel. Kozlovski legjobb eredménye egyébként egy 14. hely volt az idei évben. Íme itt láthatjuk is, hogy Thomson
már a 9. és Tom Boardman lehet, hogy megszerzi első pontját vagy pontjait az idei évben. Nagyon jól megy a brit a Special Tuning Racing Seattal. Otlo Hol már Montero mögött, és hogyha őt megelőzi, akkor pontszerző helyre kerülhet. Hát közben Tarquini fedélzeti kamerája, és mögötte Rob Huff, aki kinéz, a korábbi világ, két korábbi világbajnok. Az egyik a tavalyi, a másik a 2009-es. Egyébként, ha már a kamerát mutatták, tegnap a kamera, illetve a kamera helyére beteendő súly okozta a problémát a Volvónak. Ugyanis, ha valaki kap fedélzeti kamerát, az ugye nem kap plusz súlyt, akinek viszont nincsen fedélzeti kamerája, annak 4 kg pluszt kell betenni az autóba, ezt felejtették el berakni a volvósok, így aztán nem 1174, hanem 1171 kg volt az autó, tehát 3 kilóval könnyebb, mint az előírt. Boardman, a Boardman nagyon rövidet akar itt fékezni. Kár, hogy nem látjuk most őket. Kíváncsi vagyok, hogy végül bejönne, amit mondtam, és elengedi-e Müller. Azt mondta, hogy győzelmet szeretne még szerezni az idei évben, de ha az nem jön össze, akkor segíti a csapattársát. Lehet, hogy így, hogy vezet, nem engedi majd el. Jó kérdés. Főleg, hogy az összes rivális mögöttük van. Norbinak viszont nehéz pillanatok következnek, mert megérkezett mellé, vagy mögé Thomson. Boardman pedig nagyon keményen támadja Monterót, és meg is löki. Hát, ez nem volt teljesen tiszta. Boardman ennek ellenére nem akarja visszaengedni Monterót. Följön a pontszerző helyek közé Tom Boardman, de lehet, hogy ezért még megbüntetik. Határeset. Dávid, mit mondasz? Olyan túraautós volt, de azért mégiscsak meglökte. Olyan túraautós volt. Láttunk mi már azért ennél nagyobb összemenést is. Például a képen látható méltán híres rutinrókától is. Nem tudom, kíváncsian várom. Azért versenyről versenyre is szoktak változni azok a stewardok, akik ebben döntenek. Kíváncsi leszek. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen felfogásban döntenek. Itt a WTCC-ben is minden hétvégén egy tapasztalt pilóta segíti a felügyelők munkáját. A baj az, hogy ezt nem mondják el nekünk általában hétről hétre, pedig jó nevű korábbi klasszisokat hívnak meg minden hétvégére. Az egyértelmű, hogy csökkent a különbség az elmúlt körökben Müller és Chilton között. McCullochot mindjárt utolérik. Jó kérdés az, hogy végül beáldozza-e az első helyet az RML, mármint Ivan Müller első helyét, hogy maximalizálják Tom Chilton pontjait. Ott a háttérben viszont valami eszeveszett verekedés megy. Chilton és Müller. Hát lehet, hogy az utolsó pillanatra, az utolsó körre hagyják ezt? Kerék a keréken, a két RML sevi, és érkeznek a célegyenesbe. Hát micsoda játékot hoztak itt össze, de elengedi Müller. Elengedte, de megcsinálták a sót a végére. Kicsit olyan volt, csak sokkal jobb szájízzel, mint annak idején, mikor Barrichello az utolsó körben, az utolsó kanyarban előzte, vagy engedte el Schumachert. Nes bejön harmadiknak, megdál a negyedik. Oriola visszacsúszott az ötödik helyre. Hát mi történt még itt a végén, és ebből semmit sem láttunk. Huff a hatodik, Tarquini a nyolcadik, Thomson megelőzte Norbit. Norbi csak a tizedik, Boardman is megelőzte Mielis Norbit még a végén. Elképesztő meccs lehetett ott, amiről lemaradtunk most. Tehát akkor Chilton megnyeri a futamot, Müller a második, Nash a harmadik, McDowell a negyedik, Oriola az ötödik végül, csak pedig a verseny elején még vezetett. Huff a hatodik, Tarquini a hetedik, Thomson a nyolcadik, a 14. helyről nagyon nagyot ment a ladával. Boardman a 9. először szerez pontot az idei évben, ha nem büntetik meg, és Mielis Norbi egy pontot szerez a 10. helyen. Eszelős nagy meccs volt. Rajtel a 14. helyen végzett csak. Ivan Müller kiszállt az autóból, Chris Cronin-nek gratulál. Nem boldog, de nyilván a csapat érdeke ezt kívánta. El kellett engedni Chiltont. Be kell biztosítani a második helyet az összetetben. Chilton hátránya egyébként itt látjuk 5 pont Tarquinivel szemben már csak. Második futamon, ha kijön az a különbség, amit várnak a Chevy és a Honda között,
akkor meg is történhet a helycsere. A szünet alatt itt Dáviddal beszélgettünk arról, hogy mi eredményezhette ezeket a jelentős változásokat, hiszen az elején Rydell és Oriola is nagyon jó tempót tudott menni, aztán ez a tempó jelentősen csökkent. Mi a tipped, Dávid? Mert ugye tudni sajnos nem tudunk pontosan semmit, tehát nem kötötték az orrunkra, hogy ki milyen gumit tett föl, kik tettek föl körbe eső gumit, kik azok, akik keverték a dolgot, hogy volt esetleg olyan, aki bevállalta a tiszta slicket, de mik a tipjeid? Ez a probléma, hogy abszolút nem vagyunk ott a helyszínen, nem látjuk milyen a felület, nem tudjuk, hogy ki mi alapján és hogyan döntött. Az egészen biztos, és hát szinte mindenki látta, hogy Oriola és Müllerék más stratégián voltak. Meglátjuk. Most közben egy Chilton interjú. Második futam győzelmed. Nem könnyű körülmények között. Esőgumikon mentünk ki. Tudtuk, hogy ez a pálya nagyon gumigyilkos, és aggódtunk az esőgumik miatt. És az utolsó pillanatban cseréltek, és slickeket tettek föl, és ez bejött. Az igen. Ian, at the end of the day, he's 4 times world champion. He's pushing as hard as he possibly can. And I know that he likes his car a little bit more nervous. And I noticed on the last corner he was struggling for the last few laps of the race. And I was gaining a little bit of run. Hogy tudta, hogy az utolsó kanyarokban a végén majd problémái lesznek. És egy kicsit túlkormányzott lett az autója. És így sikerült egy szélárnyékot fognia. És ki tudta őt fékezni. Végül aztán tudta, hogy mellé kell érkeznie, hogy a lehető legjobb legyen a kigyorsítás. Nem adta föl. Féltem, hogy ki fog tolni a végén. Picit össze is értünk. Pár század előnnyel értem csak be. No, azért ez érdekes volt. Így kell szerintem kiszínezni azt, hogy elengedett a csapattársam. Ők is keverték a gumikat. Az elején mi is 4 esőgumit tettünk föl, de nem volt könnyű választani. A csapattársa hátra esőgumit rakott, előre slicket. És az talán jobb választás volt, mint Chilton, aki mint Nesé, aki ezek szerint mégiscsak 4 esőgumival ment. A következő versenyre viszont már körbeszlik gumit tesznek föl, és megint megy a marketing a szponzornak. Azért ez aranyos volt, nem? Tehát ahogy elmesélte Tom Chilton, hogy hibázott Ivan Müller az utolsó körben, és hogy tudta 100 másodperccel megelőzni heroikus küzdelemben. Szimpatikus rác, és szerintem nagyon jól nyilatkozik, de azért Ivan Müller szerintem, hogyha nem akarta volna, hogy Tom Chiltonot megelőzze, akkor nem előzi meg. Viszont nagyon sok kérdésre most akkor választ kaptunk. Igen, össze-vissza keverték a gumikat a srácok. És még Oriolára lennék nagyon kíváncsi, hogy neki akkor ez hogy alakult. Így most visszatekintve, vagy az történt, hogy neki teljesen elmelegedtek a alacsony nyomású szlikei, vagy hát egyszerűen akkor ő esővel ment ki, és azért volt az elején gyorsabb. Igen, ez azért érdekes, mert Nash azt mondta, hogy legalább nem mondta ki egyértelműen, de én úgy értelmeztem a szavait, hogy ő körbe esővel ment ki. És az elején mindenki körben esővel készült. Volt, aki változtatott. És volt, aki váltott, így van. Huff megelőzi az összetettben Norbit, és 4 pont az előnye. Hát nem úgy alakult ez a verseny Norbi számára, hogy szerette volna. Azt gondolom, hogy valószínűleg ők is 4 esőgumit raktak föl, de ez csak tipp, nem tudjuk, hogy konkrétan ők hogyan taktikáztak, de ezekből a nyilatkozatokból az derült ki, hogy azok jártak a legjobban, akik előre slickgumit tettek, hátulra pedig esőgumit, ami viszont biztos, legalábbis Nash azt mondta, hogy tuti, hogy a második futamra már körbe slicket tesznek.
Reméljük, hogy letisztulnak a körülmények. No, egy kis rövid összefoglaló a futamról. Ezeket a képeket nem láttuk, hogy az elején itt hivatalosan is kijelentették, hogy esős verseny lesz. Gianni Morbidelli is ott van egyébként a helyszínen. Nagyon sokat mutogatják. És ugye volt egy ígéretük a szervezőknek, hogy a két futam közötti szünetben egy nagy bejelentést tesznek majd. Ha minden igaz, most jön majd egy reklám, és a reklámot követően várhatóan érkezik az a bizonyos bejelentés. Hogy Morbidellinek van-e hozzá köze, az jó kérdés. Az biztos, hogy rengeteget mutogatják itt a verseny hétvége során. Meg vannak olyan hírek, amikről mondjuk én konkrétan már hallottam, és sőt már meg is jelent egyébként, valaki kicsit hamarabb durrantotta el a pesgőt talán, mint kellett volna, és interneten már meg is jelentek ezek a hírek. Nem tudom, hogy erre gondoltak-e a szervezők, és ez lesz a nagy bejelentés, minden esetre hamarosan ez kiderül. És azért itt a klip alatt egy nagy-nagy dicséretet még Tom Bormannak, akkor is, ha megbüntetik, akkor is, ha nem, a 19. helyről előre jött a 9. Nagyon nagyot ment, és először szerez pontot az idei évben. Meghallgatjuk Rob Halfot még mielőtt szünetet tartanánk. At the very start of the very exciting race here in Shanghai, a press release was announced. Akkor itt a bejelentés. Gyári csapatban fogsz versenyezni jövőre. Két évre aláírt a Ladához ugyanis, Rob Huff. Nagyon sokszor bizonyított már ez a csapat. Nagyon-nagyon örülök, hogy csatlakozhatok hozzájuk, és hogy újra egy gyári szerződés lesz a zsebemben. Jövőre szerinted harcolhatsz a bajnoki címért? Igen, szerintem az RML-nél szerzett tapasztalataim segíthetik majd a Ladát a fejlesztésben. A Ladának is van már sok tapasztalata James Thompsonnak köszönhetően. Nagyon hálás vagyok az All Inkle csapatnak, mert nagyon jól bántak velem az idei évben. De hát jövőre akkor a Ladánál folytatja pályafutását, illetve elmondta, hogy még van egy második verseny, ami legalább annyira izgalmas lesz. Most jön az emlegetett szünet, és akkor aztán folytatjuk. Elkezdődött, illetve nem sokára, nem, elkezdődött, először mondtam jól, elkezdődött a szerviz időszak, sőt már csak 9 perc van belőle hátra. Láttuk kijönni Ted Björköt a Volvo-val. A csapattól származó információk szerint az akkumulátorral volt gond, és azért kellett feladnia az első futamot. Meghallgatjuk Oriolát. Na, ez érdekes lesz. A verseny elején még vezetett Pepe Oriola. Körbe eső gumin volt, akkor jól tippeltél, Dávid. Hibáztunk a verseny elején, arra számítottunk, hogy jobban fog esni. Olyan volt, mint egy póker meccs. Picit előny tudtam kiharcolni, de aztán utána visszajöttek rám, és védekeztem, ahogy csak tudtam. Így, hogy én körbe első gumin voltam, elégedett vagyok a teljesítménnyel. 8. helyről indulok a második futamon, talán a dobogó elérhető lehet. Megpróbáljuk a második futamon, megpróbálunk a második futamból többet kihozni. Szegény Oriola egyébként elég balszerencsés mostanában. És még visszatérve a bambúsokhoz, illetve Alex McDowallhoz, nem véletlenül ünnepelt McDowall, hiszen végre megelőzte csapattársát, és íme látható nem dőlt még el a privát bajnoki cím sorsa. Jól mondom, hogy megelőzte egyáltalán? Nem előzte meg. McDowall lett a negyedik, Nash a harmadik. Szóval nem dőlt még el a privát bajnoki cím, 35 pont a különbség köztük. Akkor visszavonom, akkor nem tudom, miért ünnepelt Alex McDowall. Nyilván azért a negyedik hely nem rossz eredmény, tehát az is elég ok arra, hogy ünnepeljen. Nash előtte végzett és növelte az előnyét a privát bajnokságban. Még egy picit visszatérve a Ladára. Az adás előtt beszélgettünk arról, hogy mi a így műszaki, mérnöki szempontból mi a legnagyobb probléma, mi volt a legnagyobb probléma idén a Ladával.
Én azt gondolom, hogy alapvetően az a legnagyobb problémájuk a ladás mérnököknek és a ladás srácoknak, hogy az egész autó sokkal kisebbnek tűnik, és hát kisebb is, mint a többi autó. Viszont ugye a sorozatban és a sorozat szabályzatában elő van írva egy nyomtáv, illetve egy tengelytáv, amit te használsz ezeknél a WTCC autóknál. És ahhoz, hogy te ezen a nyomtávon és tengelytávon legyél, ahhoz van egy kellem, és azokat a kinematikai tulajdonságot hozza a futóműad, amire egyébként neked szükséged van, az megvan, hogy nagyjából milyen bekötési pontokra van neked szükséged a kaszni oldalán. Ha ezek most túl távol vannak neked a kerék attól a pontottól, akkor sokkal nehezebb ezeket elérni, illetve hát ez az egész futómű tervezés egy nagyon sok kompromisszumból összeálló történet. Vannak olyan dolgok, amik miatt egyszerűen veszítesz, hogyha neked ilyen alapod van. Akkor nekik viszont az új szabályok nagyon jól jönnek, hiszen sokkal szabadabban variálhatják majd a futóművet. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ők nagy haszonélvezői lesznek az új szabályoknak.